Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy üzenet a Bibliából. Nem csak a bibliai üzeneteket tudom közvetíteni, hanem képeket is, hiszen az utóbbi időben kapok bizonyos képeket, ha becsukom a szememet, és ez olyan, mint egy képeslap. És én úgy érzem, ez a képeslap nem csak nekem szól, hanem talán neked is. Elemezheted a képeket, és ha gondolod, leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. A mai üzeneten volt egy oltár, ahogy a templomból ismerjük. Az oltáron volt egy fehér színű csipke terítő, és középen egy nagy virágcsokor, piros rózsák. És az oltár alatt billentyű volt, úgy, ahogy a zongoránál ismerjük, de nem fekete-fehér színű, hanem olyan homokszínű, és olyan világos, sárga szín, mint a napsugár. És ez váltakozott, ez a homokszín és a napsugár. És hogy értelmezem én ezt a képet? A rózsa, ez a piros rózsa, vagy vörös rózsa, nem tudom, hogy hangzik jobban, ez utal a szerelemre, hiszen szimbolizálja a szerelmi témákat. A fehér csipke terítő és az oltár jelenti a tisztaságot. És a billentyű az jelentheti a zenét hozzá, az egyhangot, a harmóniát, és a színek, a homokszín az talán a föld elemét, a reális dolgokat, és ez a világos sárga fény, mint a napsugár, az jelenti, hogy megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, tehát a szerelmi élet területén tisztázódik valami, szerencse lesz, és megvan ez a hit és az ártatlanság is. És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok az aktuális üzenetre. Én is kíváncsi vagyok, mert én nem tudom, hogy mi jön, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. A családban, vagy az otthonodban vannak feladatok, amit a közeljövőben meg kell oldani. A királyságban vannak kihívások. A királyság az természetesen a kormányt, a politikai helyzetet jelenti. A királynak, tehát a kormánynak meg kell oldania ezeket a dolgokat.
a király, illetve a kormány nem akar veszteséget. Most átvizsgálják a szerződéseket, és átnéznek ezeken a helyzeteken. A királyságban, tehát a kormánynál nincsenek félelmek. Ők jól intézik most a dolgokat. Ők nem fogják hagyni azt, hogy idegenek uralkodjanak az ország felett. Az idegenek üzentek valamit, ez nem jó, itt anyagiakról van szó. Ez nem túl kellemes, de a kormány az ellenáll. Nem hagyja azt, hogy idegenek uralkodjanak, vagy befolyásolják a politikai helyzetet. A kormány megtesz mindent annak érdekében, hogy ne legyen veszteség. És minden jól fog alakulni. Ebben a helyzetben értékekről van szó. Itt a Bibliában az arany jött, lehet, hogy ez is fontos, arany, ezüst, de itt pénzügyi dolgokról lesz szó. A kormány erősíteni akarja ezt, mert kell ez a stabil gazdasági helyzet.
ami téged illet, kinyílik számodra egy ajtó. Ezeket úgy mondanám, hogy a lehetőségek, és ebbe az irányba fogsz haladni, ami sikerekhez vezet. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!